Hunyadi vagy Korvin Mátyás egyik legnagyobb királyunk. De vajon tudjuk, milyen körülmények között tudta úgy kormányozni az országot, hogy az utókor ezt az időszakot a legfényesebb virágkornak vélte? Hunyadi, Korvin Mátyás király 1443. február 23-án született, és 1490. április 6-án halt meg. Legendás alakját az évszázadok során krónikák, históriás énekek, népmesék, mondák, anekdóták őrizték meg, mind a magyar, mind a környező népek köztudatában. Az uralkodó és kora a modern kor irodalmában is kedvelt téma maradt. Regények, novellák, versek, balladák, drámák örökítik meg emlékezetét. Az egyik legismertebb és legkedveltebb magyar történelmi alak maradt mindmáig, annak ellenére, hogy élete során köztudottan nem volt túlságosan népszerű. Milyen okokra vezethető vissza negatív megítélése kortársai körében, és minek köszönhető a halála utáni egyedülállónak tekinthető közismertsége? Mátyás későbbi pozitív megítélésében minden bizonnyal szerepet játszott apja, Hunyadi János emléke, és a Hunyadi család török ellenes sikerei is, főleg a mohácsi vereséget követő trauma időszakában. Bár Mátyás hadügyi politikájának megítélése nem egyértelmű, a nagy részt védekezésre korlátozódó délvidéki hadjáratok és Mátyás német-római császári ambícióival magyarázott hódító jellegű nyugati hadjáratok miatt az minden esetre vitathatatlan, hogy Mátyásnak sikerült fenntartani a déli védvonalat az oszmán-török hódító törekvésekkel szemben. A király halála utáni jóval nehezebb helyzetben a sikeres védekezés, a győztes hadjáratok emléke és a nagy elődök példájának követése kiemelkedő fontossággal bírt. Ahogy azt Galeotto Márcio Korvianushoz írta, az apák és ősök családi példája úgy fellelkesíti és virtusra ösztökéli a fiakat, hogy felnőve, mikor már beléjük ivódtak az otthon példái, ők is úgy gondolják, hogy nem szabad az ősök erkölcsétől tágítani, és a merész és nehéz ügyekbe fürge lélekkel vetik bele magukat. Maga Mátyás király is nagyban hozzájárult emlékezete fennmaradásához és formálásához azzal, hogy udvarában tanult humanistákat alkalmazott, akiknek feladata az uralkodói reprezentáció részeként és a kor szokása szerint az uralkodó tetteinek feljegyzése, dicsőítése volt. Galeotto Márcio és Antonio Bonfini munkáinak köszönhetően az igazságos királyhoz fűződő legendák egy része már Mátyás életében és környezetében létezett. Igaz, ekkoriban még első nagy Lajos király szerepelt igazságosztó uralkodóként a köztudatban Bonfini feljegyzése alapján. Ezt a szerepet vette át és tölti be Mátyás máig a közvélekedésben. Mindkét uralkodó kapcsán elmondható, hogy mind uralkodásuk előtt, mind pedig utána megingott a törvényes rend. A közrend megszilárdításának egyik ilyen pillére volt a királyi törvényhozás. Mátyás uralkodása idejéről 15 dekrétum ismert. Közülük az 1486. évi nyomtatásban is terjesztett dekrétum május kiemelkedő jelentőségű, mert deklarált célja az országban történő törvénytelenségek és visszaélések megszüntetése volt. A rendelet privilégium formában függőpecséttel került kibocsátásra végleges rendeletként. Mint ilyen, ez tekinthető az első kodifikációs kísérletnek, a jogszolgáltatás és jogigazgatás törvényeinek örökérvényű szabályozására. Mivel Mátyás nem egy jelentős uralkodó család tagjaként lett király, nagy mértékben függött a bárói ligáktól, ezért békés, óvatos, sok esetben megbocsátó és kompromisszumkész politikára törekedett velük. A harmadik Frigyes pártján álló Szent Györgyi és Bazini János és Zsigmond grófoknak nemhogy megkegyelmezett, de később erdélyi vajdává is kinevezte őket. Sőt, annak ellenére, hogy csatlakoztak az 1467-ben kitört Mátyás elleni erdélyi lázadáshoz, a király csupán hivataluktól fosztotta meg őket, birtokaikat megtarthatták. Ugyanakkor jó emberismerettel rendelkezett. Származástól függetlenül idegen, tehetséges emberekre támaszkodott kormányzatában és hadjáratai során. A kikeresztelkedett Ernust János, Egervári László, vagy a firenzei származású szlavóniai harmincados Domenico Giugni a királyi udvartartás tagjai voltak. A bemutatott oklevélben szereplő Baltazár udvari ember feltehetőleg azonos első Battyány Boldizsárral, aki a Battyány család egyik első jelentősebb tagja volt. A háborúk és a zsoldos sereg fenntartása jelentős anyagi forrásokat igényeltek, amelyeket nagyrészt központosító intézkedések és pénzügyi reform segítségével hatékonyabb adóbehajtással fedeztek. Mindez érthetően nem növelte a király népszerűségét életében.
Időnként azonban ez sem bizonyult elégségesnek. Mint azt egy a saját kezű aláírásával ellátott kis feljegyzés is bizonyítja, Mátyás a felmerülő költségeket esetenként a hadjárat közben is vele tartózkodó pénzemberek és udvari emberek kölcsöneivel fedezte. Mátyás házassága aragóniai Beatrix királylánnyal szintén megosztotta a kortársakat. Az itáliai származású, művelt királyné magával hozta az európai reneszánszt Magyarországra. Korszerű királyi udvartartást alakított ki, de erős személyisége és a királyra gyakorolt, sokszor negatív megítélésű befolyása, későbbi politikai ambíciói nem tették népszerűvé. Mindezt fokozta, hogy nem tudott utódot adni az uralkodónak. Ugyanakkor a házaspár gyermektelensége miatt Mátyás természetes fia Korvin János utódlását ellenezte, míg a bárók egy jelentős része Mátyás velük kapcsolatos kíméletes politikájának köszönhetően támogatta azt. Mindazok az elemek, amelyek Mátyás uralmának stabilizálását segítették, egyúttal az ország lakosok biztonságérzetét is növelték, amelynek jelentőségét csak a halála utáni feszült korszakban értették meg igazán kortársai, és utólag a Mátyás legendák tematikájában fogalmazódtak meg. Mert ahogyan az többek között egy 1506-ban kiadott oklevél hátoldalára, később talán a 17. század elején írt megjegyzésben is olvasható, meghalt Mátyás király, s elkölt az igazság.